Köszöntöm a kedves nézőket Magyar Remetétől, Nagyváradig, a floridai Hollywoodtól, Hajdúdorog, Nagyhegyesig, és áldott húsvéti ünnepeket kívánok Szentendrétől, Csesznekig, Zalavártól, Cserszek -tomaig. 1920-ban az első világháborús összeomlás, a Magyarországot felszabdaló idegen megszállás és trianon az 1918-19-es össznemzeti hazaárulások utáni nemzeti föltámadáskor írta Bajcsi Zsirinszki Endre, későbbi vértanunk, ki szembeszállt minden idegen uralommal, bárhonnan jöjjön is, kívülről, belülről. Egy erőteljes testben, szellemben, jellemben egészséges nemzedék, az elképzelhető legszörnyűbb katasztrófák romhalmaza alól is diadalmasan emelkedik föl, és újból kiépíti a maga államát és társadalmát. Ilyen nemzedékre van szüksége a Robinsoni munkához az új Magyarországnak. 10 millió egyet akaró, egy célnak nekifeszülő, öntudatos, épp és magában bízó magyar, nagyobb erő és nagyobb hatalom, még szétdarabolt és kirabolt országban is, mint épp és biztosan álló országban ugyanannyi lankat, önző, szószátjárkodásba merült, széthúzó magyar. Minden tőlünk függ. Ez minden politikai bölcsesség kútfeje amely nép en lelkében keresi és találja meg boldogulása jó csillagát, az még nem veszett el. A közelmúlt megtanított bennünket a nehéz leckére. A megváltás, minden megváltás csak belülről, a lelkekből jöhet. Kívülről, intézményekből, vagy merő világpolitikai szerencséből soha. Krisztus Urunk megmondotta, az én országom nem e világból való. A keresztény vallás és erkölcs csak egyik dimenziója lehet világszemléletünknek, mert aki az erkölcsi normák mellett az élet anyagi körülményeit figyelmen kívül hagyja, akár egyén, akár nép, el kell bukjon az élet harcában. Az élet háború, erők mérkőzése. Aki ember vagy nép megelégszik azzal, hogy ő jó, és lemond arról, hogy erős is legyen, az szolgává nyomorodik. A keresztényi erkölcsel, a kötelesség és önzetlenség eszméjével egyidejűleg erősítenünk kell népünkben az erő és akarat kultuszát, a hatalmi gondolatot is. A kettő együtt alkotja az erős férfit, a jellemet. Magyar sorsunk, harcosok sorsa, kiknek sokat és jól kell verekednünk puszta életünkért. Többet és jobban más szerencsésebb népeknél. Ide vettettünk, nagy világpolitikai, fai, szellemi, erkölcsi és gazdasági erők ütköző pontjába. Világnézetek és világhatalmi rendszerek harca tombol évezredek óta ezen a földön. Fölöttünk, rajtunk keresztül és bennünk. Nálunk nem akaratunkon múlik, hogy harcolunk-e nemzeti és fai létünkért békében és háborúban, hanem sokkal a nagyobb erőkön, melyeknek mi csak függvényei vagyunk. Ezen a földön, ilyen világpolitikai és földrajzi elhelyezettségben, ilyen szomszédokkal környezve mi pacifisták nem lehetünk. Az emberi kultúra, erkölcs, gazdasági és állami berendezkedés mai állapotában belátható időn belül egyetlen élni akaró nép sem mondhat le a belső és külső hatalmi fölkészülésről. De ez a nép legkevésbé, mely a legnagyobb külső és belső fenyegetésekkel áll szembe. Egyszerű, de örök társadalom dinamikai törvény. Mennél nagyobb erők nehezednek kívülről egy ország határaira, annál nagyobb belső erőket kell azokkal szembefeszítenie, hogy a határok össze ne roppanjanak. És minél több ellenséges erővel áll szemben e határokon belül egy nép, Minél több, nem az ő véréből való vérrel, nem az ő lelkéből vett szellemi irányokkal és erkölcsel, idegen gazdasági hatalommal, annál nagyobb erővel kell e társadalom belső erőmegoszlását illetőleg is az államalkotó népben és akaratban élnie a hatalom gondolatának és öntudatának. A hatalmi gondolatnak tehát épebben kellene élnie a magyar népben, mint minden más népben e föld kerekén. Ehelyett azonban azt látjuk, hogy a magyar nemzet hatalmi öntudata a legutóbbi időkben alápszállott a legutolsó és legkevésbé fenyegetett népekénél is. A pacifizmus sokféle formában éppen ezen a földön végezte a legrombolóbb munkát, ahol pedig minden égi és földi jel az élet örök harcáról beszél. A magyar fajnak és nemzetnek befelé, saját társadalma felé és kifelé, a nagyvilág felé irányuló hatalmi öntudatát, akaratát és fölkészültségét két irányból ásta alá a belső rontás. Egyik oldalról megbontotta a magyar fai és nemzeti hatalmi öntudatot és fölkészültséget azzal, hogy osztályhatalmi öntudatot igyekezett belenevelni a magyar társadalom egy részébe, és ebben az osztályhatalmi szellemben szervezvén meg a munkásságot és az ahhoz kapcsolódó radikális rétegeket, ezt az új szervezetet a magyar állam nemzeti gondolatával és szervezetével élesen, mereven és ellenségesen szembeállította. Az állam nemzeti gondolatával és szervezetével tehát egy új nemzetellenes szervezet került szembe, mely a magyar állam megbuktatására tört. A pacifista mákonnyal elszédített magyarság nem akart katonát látni, s valóban hitt abban a bárgyúságban, hogy a világ népeit csak mesterségesen fölpiszkált és előtérbe tolt osztályérdekek, a kevés számú uralkodó osztálybeliek ugrasztották egymásnak, és elég letennünk a fegyvert, hogy az egész ellenséges világ a nyakunkba boruljon holott mi sem természetesebb, mint hogy a magyar hadsereg fegyverletételével egyidejűleg a kívülről ellenünk irányuló hatalmi nyomás a magyar határokon belül hatalmi légüres teret találván azt sietett kitölteni egy részről. Más a belülről támadt osztály hatalmi igények is hatalmi légüres térre akadván kiterjeszkedtek odáig, ameddig a kívülről jövő cseh, olá, szerb igények engedték. Szerencsére a közelmúlt felnyitotta a botor magyar nép szemét. A pacifizmus minden fajtájából alaposan és végérvényesen kigyógyult. Mindenki a saját bőrén tanulta meg, hogy igenis kell a magyar katona, mert különben az olá katona korbácsa suhoga hátunkon. És kell hatalmi akarat és fölkészültség a társadalom belső erőinek egyensúlya szempontjából is. Mert a hatalomról lemondó egyén, társadalmi réteg, osztály, faj vagy nemzet szolgájává válik annak, aki akar is, tud is hatalmas lenni. És éppen ez a belső, a társadalom belső rétegződésére irányuló hatalmi öntudat és akarat a fontosabb a magyar jövő szempontjából. Azok, akik nekünk befelé és kifelé pacifizmust hirdettek, hatalom nélküliséget, harmóniát és békét a társadalom rétegei és a népek között, még egy másik fronton a legkíméletlenebb osztályharcot szervezték ellenünk, akik bennünket a társadalmon belül lefolyó harcban épp úgy lefegyvereztek, mint a nemzeti társadalmak és államok között vívott nagy háborúban, azok igen jól tudták, mit jelent számukra az, ha kezükben van a sajtó, az irodalom, a bank, a gyáripar, egyáltalán a nagytőke, a munkásmozgalomnak, a szellemi és gazdasági életnek az irányítása. Nem ma születtek-e sorok, kedves nézőim, azonban a borzongató elemzés sajnos ma is helytálló. Majdnem egy évszázaddal azután, hogy Bajcsi Zsilinszki Endre papírra vetette őket. Pacifikált országban élünk, határőrségünket, honvédségünket, katonai szolgálatunkat felszámoltatták, ahogyan az Antant tette az első világháború után. Ha van is honvédünk, az nem a hazát védi, hanem a globális, rabszolgatartó, liberális uralom gyarmatait, érdekeit valahol a világban miközben a nemzetközi pénzhatalom rabszolgaszállítmányok tömegét indítja útnak Európába népvándoroltatás migráció hordájaként. És mi védekezhetünk déli-délkeleti határainknál, mint évszázadokon át, amidőn föláldoztuk magunkat, nemzetünket, hazánkat, a nyugat békéjéért, biztonságáért, jólétéért. A globális uralom a nyugati fehér társadalmak alapillérét, a keresztény középosztályt elszegényíti, lezülleszti, megsemmisíti, és nemzetietlen, gyökértelen, a pénzuralomnak kiszolgáltatott, és Európa ellen a nemzeti érdekeket, nemzeti értékeket, a kereszténységet féltők ellen eleve beoltott népáradattal gyöngíti, hígítja föl, cseréli le. És aki ennek útjába merészel állni, vagy eltereli a betelepítendőket, azt gyalázzák, kipellengérezik, nácizzák, fasiztázzák a globális médiában, agymosásban. 1939. május 20-án Debrecenben mondott beszédet Teleki Pál, a későbbi vértanú miniszterelnök, aki Bajcsi Zsilinszki Endréhez hasonlóan nem engedett elveiből a fenyegetés dacára sem, és életével fizetett saját és nemzete becsülete védelmében. Debreceni beszédében Teleki Gróf fölemlegette az 1919-es szegedi élményeket, amidőn a francia Antan megszállók lépte nyomon azt kérdezték a magyar polgároktól, tisztektől, hivatalnokoktól, miniszterektől, francia, avagy német barátok-e? Egy idő múlva meguntam ezt a kérdezősködést, beszéli el Teleki, és azt mondottam, ha Magyarországon tisztességes emberrel akarnak beszélni, és remélem ezt akarják, akkor Magyarországon magyar barátokat keressenek. Debreceni beszédében két esztendővel mártír halála előtt telekipár megállapítja. A liberalizmus meghalt, és többé nem tér vissza. Idézem őt. Ez a korszak megszűnt, nincs többé a jelen nem más, mint átmenet a gondolatok, az eszmék, az élet más világába, és így természetesen megrázkódtatásokkal van teli. A jelenben persze, hogy erős kilengések vannak, és itt-ott élesen hangsúlyozott az embereket erősen összefogó erők jelentkeznek. Látunk kimagasló államokat, amelyeket a maguk ereje, néhány vagy egyetlen férfi ereje összefog, és más államokkal szemben küzdelemre képesít. Mi nem keresünk idegen példát, idegen támogatást. Mi magyarok megyünk a magunk útján előre. Katonáink jelszava az volt, hogy előre. A mi politikai jelszavunk az, hogy becsület. Szakítottunk a múlttal, a liberális múlttal minden ember igyekezzék betölteni azt a helyet, amelyre születése vagy hivatása állította, és akkor előbbre is fog jutni. De ne próbálja lerántani azokat, akik előbbre jutnak. Becsüljük meg egymást és egymás munkáját. Szeretném, ha minél több magyar ember, és különösen olyan, aki csak városi életet él, kijárna a falusi magyar nép közé mert senki sem tud úgy tekintét tartani, tekintét mutatni és tekintét tisztelni, mint a magyar föld gazdája. Gazdasági megerősödésünknek szintén vannak bizonyos előfeltételei. Előfeltétele elsősorban az, hogy biztonságban legyünk, és ezért szereljük fel hadseregünket. Sokkal könnyebb azoknak, akik sétálnak és táblákat hordoznak azzal a felírással, hogy kassát vissza, ungvárt vissza, mint nekem, akinek be kell kapcsolnom a magyar életbe ezeknek a városoknak ezerféle ügyes bajos dolgát, és ellenőriznem kell a bekapcsolódás és beszervezés egész munkáját. Ez már sokkal nehezebb munka, de sokat is vállaltunk. Vállaltuk a rend helyreállítását, a gazdasági élet megszervezését. Mindezt vállalnunk kellett, mert elérkezett a 12. órája annak, hogy a gazdasági életet is keresztényét tegyük egy megrendült gazdasági életet elszegényedett országban helyesen fejleszteni. Ugyanakkor egy kereszténységből és a magyar gondolkozásból majdnem kivetkőződött életet keresztényesíteni óriási feladat. Különösen nagy munka a mostani időben, amelyet Európában tulajdonképpen a fegyvertelen háború idejének nevezhetünk teleki miniszterelnök minden szava találó és semmit nem veszített időszerűségéből. Európa ma már ismét háborúban áll. Magára hozta a bajt, ráhozták a bajt urai a nyugat által liberált, demokrat elszabadított keletről, délről. Ami pedig a magyarság lelki állapotát, a többség testpegységét, közönyét, bulvár és vakságát illeti. 1939. májusában a magyar miniszterelnöknek a visszacsatolt felvidéki részeket és Kárpátalját kellett ismét magyarra keresztényé tennie. Az ottani közélettel, közgondolkodással, társadalommal, gazdasággal egyetemben. Ma viszont fordítva, az utóbbi évtizedek ballib és jobblib agymosása, kereskedelmi mákonyozása nyomán a megmaradt, meghagyott csonkaországot kell visszacsatolni, a trianoni magyarországot kell magyarra keresztényét tenni, közélettel, közgondolkodással, társadalommal, gazdasággal, egyetemben. Visszacsatolni a magyar léthez vagy az elfben és papíron Magyar Magyarországot csatolni Székelyországhoz, amely még megszállásában, meghurcoltatásában, elnyomatásában is magyarabb és keresztényibb. De hát gyáva népnek nincs hazája, koldus népnek nincs háza, szolganépnek nincs földje. Mehet amerre lát, amerre engedik cselédnek a nagyvilágba. 39 tavaszán Debreceni beszédében telekipál leszögezi. A gazdasági élet rendjének helyreállítása nem csak anyagi, hanem lelki kérdés is. Magyar ipar nélkül nincsen sem magyar önállóság, sem magyar hadsereg. Az országnak súlyos, nehéz helyzetében vagyunk most, amely nem azért súlyos, mintha gyengék volnánk, és nem volnánk legények a talpunkon, hanem azért, mert az egész világ helyzete nehéz, bizonytalan. A világ félig fejetetején és félig a lábán áll, és ez talán még rosszabb, mintha egészen a fejetetején állana, mert akkor legalább mindenki tisztán látná a helyzetet. Ebben a helyzetben itt nagyon erős, megfeszített munkára és rengeteg sok önfeláldozásra van szükség. Zárja mondandóját teleki. De lesz -e ma, kedves nézőim, mindezen feladatok végrehajtásához elég magyar? Ki őrzi majd a határokat? Kivédi meg a hazát? Talán a helyünkre kvótával betelepítendők? Saját újabb bevándorló hullámaikkal szemben? Öregszik, kihal a nemzet. Két világháború, nyomor, szenvedés, trianon, megszállás, világválságok sora nem okozott ilyen népességfogyást, mint a béke, a viszonylagos jólét és legfőképpen a nemzetvesztő, családtipró, természetes emberi kapcsolatokat, fajfenntartási ösztönt üldöző liberalizmus. Prohászka Ottokár, a nagyszerű egyházi férfiú és keresztény gondolkodó, 1922-ben figyelmeztetett. Főleg 150 év óta a magyart az idegen szellem hipnotizálta, az idegenség bűbájának, igézetének hatalmába fogta, felejtette vele mindazt, ami nemzeti, eredeti, ami fejleszthető, stősgyökeres lett volna. Így befolyások alatt a magyar levetkőzte nem csak fényes nemzeti öltözetét, hanem lelkét és érzését is áruba bocsájtotta. Az idegenség legpusztítóbb járványa a liberalizmus eszméinek járása volt ezek nem csak keresztényellenesek, de nemzetrontók, életölő tendenciájúak voltak. A magyarság a turáni szellemi restség egész súlyával dőlt be ez eszméknek. Ezzel a rettenetes liberális nemzetrontó irányzattal szemben ragaszkodjunk a kereszténység igazságaihoz. Nagy feladatunk a szociális érzést bevezetni a társadalomba, a családba, nevelésbe, iskolába, munkás viszonyokba, lakás viszonyokba. Javasolja másutt Proházka Otokár, aki már 1897-ben megállapítja. Az üzleti szellem megfertőzte az újságírást. Mi is hívei vagyunk a sajtószabadságnak. Előzetes cenzúra nekünk nem kell. De a sajtószabadságot hazugságra, erköstelenségre, hitetlenségre, alávalóságra használni, azt el nem ismerjük. A szabad sajtó korrumpál jelenleg mindent, erkölcsöt, alkotmányosságot, tekintét, becsületet. Van erre is szabadság? Nincs szabadság a tíz parancsolat ellen. Nincs a vallástalanságra. Hóbortos állam az, amely a vallástalanságot megengedi. 1903-ban Prohászka így minősíti az akkori médiát. Úgy érezzük magunkat a mai sajtó levegőjében, mint egy szobában, melyben sok rothad dolog van felhalmozva, s melyet nem szellőztetnek. Ha a rossz levegő árt az egészségnek, nem kevésbé árt az ember idegeinek a poshat szellemi légkör. A sajtó messze elesik nagy feladataitól. Nem egyesít, hanem szétválaszt. Nem tömörít, hanem egymás ellen uszítja az emberiséget hajszákat szolgál, s a gyűlölséget szítja, az önálló gondolkozást gyengíti, s a nagy egyéniségek kifejlődése elé akadályokat gördít. A papírözön pusztítja az emberiséget, rémesebben és szomorúbban még, mint a régi vízözön. Hitközönynek és érzékiségnek mérgét hinti szét, s terjeszti ezáltal a finom meg a durva erkölcstelenség uralmát pedig amidőn Prohászka papírra vetette el sorokat, még nem volt tévé, rádió, világháló, mozi. 1913-ban egyesztendővel az első világháború előtt a katolikus gondolkodó úgy véli, a modern világ legharciasabb intézménye és döntő fegyvere a sajtó. Nem az ágyú, nem a puska, nem a harci repülő, nem a tank, nem a mustárgáz. Már javában zajlik a második világháború, az oroszok áttörtek Stalingrádnál és a Donkanyarban, megkezdődött a végzetes visszavonulás, amidőn 1943. február 6-án Budapesten a Magyar Nemzetpolitikai Társaság összejövetelén dr. Bálint József országgyűlési képviselő, az erdélyi katolikus népszövetség igazgatója, szentszéki tanácsos, lesz-e 20 millió magyar címmel tart előadást mert hogy annyi magyar ember kellene ahhoz, hogy hazánk megmaradjon, nemzetünk fönnmaradjon a nem is távoli jövőben. A 19. század végén Magyarország lakossága még vezető helyet foglalt el földrészünkön a maga majdnem 45 ezredékes népszaporulatával. A 20. század két világháborúja között Európa több államának szaporulata a kihalást jelentő küszöb 17 ezrelék alá zuhant. Köztük volt Ausztria, Svédország, Franciaország, Svájc, Belgium, Nagy-Britannia, Norvégia. Ugyanekkor a magyarországi születési arány is romlott, és az európai első helyről a tizedikre estünk vissza. De a világháborúk, a forradalmak, a megszállások, megnyomorítások, elüldözések, kivándorlások, trianon, a világgazdasági válság ellenére még így is a kihalási küszöb fölött voltunk 20 ezrelék körül. Döbbenetes, hogy összehasonlítva a 19. századi örvendetes szaporodási adatokkal minden esztendőben annyi meg nem született magyart veszítettünk, amennyit az első világháború négy esztendejében összesen. De 1943-ban, az előadás idején még legalább szaporodott a magyar népesség. Ma viszont már a lassan, de biztosan elfogyó, kihaló, eltűnő nemzetek sorát gyarapítjuk. Nem igaz, hogy Európa majd minden népe velünk együtt tűnik el. S ha nem állítjuk meg a végzetes folyamatot, már csak egy bekezdés és elrettentő példa, statisztikai adat maradunk a betelepítettek tankönyvében. Vagy még az sem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket zsérétől, ülőig, bajától, csornáig, és még egyszer áldott húsvéti ünnepeket kívánok. Palicstól, martonosig, adáig, hajdújárásig, ósztól gyöngyös halászik, mátrafüredig, Duna Van feltámadás és örök élet, csak higgyünk benne, és főleg tegyünk érte. Viszontlátásra pénteken.